Ez egy fontos állomása most annak a megújulási folyamatnak, amelyet 3 évvel és 3 hónappal ezelőtt kezdtünk el, amelynek első fontos lépése 2011. decemberében a köznevelésről szóló törvény megalkotása volt. Ebben kijelöltük a legfontosabb utakat és utat. A változások egy része már a mögöttünk hagyott tanévben megindult. A lényeges változás most következik. Ennek leglátványosabb és legtöbbet tárgyalt eleme a pedagógus előmeneteli rendszer és a pedagógus életpálya, és az azt kísérő béremelés. Hát a mai napon döntött az országgyűlés arról a törvénymódosításról, amely érvényesíti, kissé módosítja a 11-ben megalkotott törvénynek a béremelését, és ez igen jelentős. Sok évtizede nem volt ehhez hasonló léptékű bérrendezés a pedagógus pályán. A célja pedig az, hogy a tanító, tanáremberek, óvodapedagógusok ebben a társadalomban végre olyan megbecsült emberekké váljanak, amely megbecsülést az anyagiak is kifejeznek. Ezekből a bérekből, amelyek remélem, hogy ismertek, hiszen régóta olvashatók a kormány.hu honlapon, ezekből már meg lehet élni tisztességesen, és lehet tervezni egy életpályát. Ehhez sok egyéb elemet fűztünk még, a pedagógus képzési ösztöndíjat, a majdani minősítési rendszert, a bértábla alapját, mindenkori alapját képező minimálbért, amely a béremelés értékállóságát biztosítja. Ez óriási sikere a magyar embereknek, a magyar gazdaságnak, és hát hozzáteszem a magyar kormánynak is, amely kezdettől fogva szívén viselte, hogy ez a pedagógus béremelés megtörténjék. Ehhez olyan újulások, megújítások vagy újdonságok is társulnak, amely új munkaszervezést jelent az iskolák életében, hogy délután 4-ig bent kell maradni az általános iskolákban, hogy a munkaidőt nem csak a megtartott óraszámok alapján, hanem a kötött munkaidő alapján szabályozzuk. Mindez különböző módon kapott fogadtatást a pedagógus társadalomban, de minden tapasztalatom azt mutatja, hogy az emberek és a tanárok többsége megértette és elfogadta. Nézze, ebben az országban sosem volt teljes egyetértés fontos kérdésekben, ezt én szomorúan élem meg, de ettől ez még tény, ezért vannak most is, akik a kákán is csomót keresve huhognak, jajgatnak, hogy ez nem elég, meg kevés, meg nem erről volt szó, meg hazudtunk. Ez egy nagyon maroknyi kisebbségnek a véleménye. Jó tanárokra van szükség, jól megfizetett, a munkaidejük jelentős vagy teljes részét valóban a gyerekekre, áldozó tanárokra, a társadalomnak meg kell őket fizetni. Most ez sikerült most ezzel a törvénnyel megalkotnunk. Én személy szerint is nagyon boldog vagyok. Persze jó lett volna még többet adni, de hozzátehetem, hogy még nagyon messze van a magyar gazdaság teljesítő képessége attól, hogy a pedagógusoknak és másoknak, akik szintén nagyon várnak egy fizetésemelést, ezt teljesíteni tudja. Törvényben, jogszabályba foglaltuk ennek a folytatását is, ettől kezdve a pedagógusok megnyugodhatnak abban, hogy az állam gondoskodik róluk, ők pedig végezhetik a munkájukat magas színvonalon, örömteljen.